Tavaly indította útjára a Kiskörösvárosért Alapítvány a Versei Kőrös mozgalmat, mely nagy sikert aratott, hiszen mintegy 150 vers talált gazdára. Supka Éva és segítői mertek nagyot álmodni, és a város születésnapjához kapcsolódva idén 300 lett a cél. Rendkívül kiművelődik az ember ebben a néhány órában, amíg a verseket olvassa, és mindig kíváncsi is vagyok arra, hogy vajon milyen az érdeklődési köre. Kik küldik be egyrészt, tényleg kik küldik be, mert azért ezt is el kell mondanom, hogy nyilván ennek nem az volt a célja ennek a mozgalomnak, hogy egy embertől érkezzen 300 vers, és most nagyon sarkítom a dolgot, hanem hogy legyen 300 embertől egy-egy vers. Tehát, hogy minél többekhez elérjen ez a felhívás, és tényleg egy mozgalommá váljon. Ennek ellenére, és hála Isten, ennek vannak jó néhányan, akik több verset is beküldtek, és még szöveget is írtak hozzá, hogy nem tudnak választani, mert sok kedvencük van. Az elgondolás egyszerű és nagyszerű. Küldj el egy számodra kedves verset, melyet a szervezők kinyomtatnak, majd piros szalaggal átkötve, mint egy ajándékként elhelyeznek városszerte a költészet napján. A felhívásra érkeztek kortárs és klasszikus versek, sőt gyermekversek is. Bella László pedig 9 saját versét küldte el. Nagyon divatos Reményik, Márai, Vasalbert, József Attila, természetesen Radnóti, Petőfi, Zelk Zoltán, és sorolhatnám a magyar klasszikusokat és az irodalom nagyjait, de meséktől, aprócska gyerekeknek szóló kis versikéktől, és férfiaktól, tehát nem csak anyukák, nem csak tanárok, nem csak olyanok küldték be, és aminek nagyon-nagyon örülök, hogy sikerült azért elérni a diákokat is, vagy a gyerekeket is. A kezdeményezés elérte a célját. Április 11-én kicsik és nagyok verset kerestek, majd olvastak Kiskörösön, melyről a legnépszerűbb közösségi oldalon rendszerint be is számoltak. Olyan is volt, aki a talált verset a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban zajló maratoni versolvasás keretében osztotta meg másokkal. A 2010 óta Boldotki Sándorné szervezésében zajló esemény minden eddiginél több résztvevőt vonzott. Elsődlegesen József Attila, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia versei kerültek ezúttal előtérbe. Évfordulós, mert 190 évvel ezelőtt született, és 150 évvel ezelőtt halt meg. És azt gondolom, legalábbis én eddig nem nagyon tudtam, hogy írt verseket is, naplót azt írt, azt tudtuk, és hogy fordításokat is végzett. Tehát nyelveket is jól beszélt, ha már fordított, és olvastam az életrajzát, zongorázni is nagyon szépen zongorázott állítólag. Ott jártunkkor éppen a Kevi általános iskolájának 7. B és 8. A osztályosai szavaltak vagy olvastak verseket Dózsáné Kelemen Ilona és Romfáné Flajsz Anita tanárnők vezetésével. Most osztályok jöttek, és a tanár kiadja a feladatot, hogy mindenki válasszon egy verset, és akkor azt olvassa fel, akkor az egész osztály. Hogyha délután jönnek, mert vannak diákok, akik délután is eljönnek, akkor már önként jönnek, kis ráhatással, mert biztos, hogy díjazza a tanár majd, amikor megtudja, hogy kik voltak délután, és aztán felnőttek az esti órákba. A Magyar Költészet napja sokakat megmozgatott Kiskörösön. Az alapítvány által összegyűjtött 333 vers mellett a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum is megajándékozott bennünket mintegy 70 alkotással, így összesen több mint 400 vers talált gazdára ezen a napon. A Csepi Könyvesbolt jóvoltából pedig a 100., a 200. és a 300. vers beküldői egyéb jutalmat is kaptak.